papa! Gyere, felvesszük a szemüveget! Gyere! Kukucs! Gyere! Anya, beszélget egy kicsit, jó? Hát, sziasztok! Ez a mai egy ilyen kis kötetlen, beszélgetős, vlogszerű videó lesz. Nyilván a videó címéből már láttátok, hogy mi lesz a téma. Igazából nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy csináljak-e erről videót, mert nyilván az ember nem szívesen beszél arról, hogyha valami úgymond nincs rendben a gyerekével, vagy hogyha valami probléma van vele. De mindig, amikor kiteszek Vincéről egy képet, és ugye látjátok, hogy szemüveg van rajta, kismillió kérdés érkezik hozzám azzal kapcsolatban, hogy miért van neki szemüvege, mi van a szemével, mi van a látásával, hogyan vettük észre, hogy szemüveg kell neki. És igazából Instagramon több ilyen élő bejelentkezés során is beszéltem már erről, de úgy gondoltam, hogy inkább csinálok erről ide a YouTube-ra is egy videót, és bízom benne, hogy lesz, akinek ez hasznos lesz, igazából csak emiatt csinálom meg, nem azért, mert én itt haknizni akarok azzal, hogy mi van Vincével, hanem tényleg sokan érdeklődtetek arról, hogy hogyan is vettük ezt észre. Szóval, hol is kezdjem, mondjuk az elején? Ugye Vince 2017. március 11-én született, abban a kórházban, ahol ő született, ez egyébként Budapesten a Sota 1-es klinika, ott ugye a születése után csináltak ilyen látásvizsgálatot, vagy szemvizsgálatot, és ott minden rendben volt. Ja, egyébként, ahogy ezt halljátok, Vince ébren van, megpróbálom így felvenni ezt a videót. Szóval csináltak nála a születés után a látásvizsgálatot, és ott minden rendben volt. Egy vagy két hónapos korában vettük észre, hogy gyakorlatilag folyamatosan mozog neki így a szeme, tehát szinte soha nem áll meg. Amikor ezt észrevettük, akkor eléggé megijedtünk, mert hát nyilván az ember aggódik, és úgy érzékeltük, hogy ez így nem feltétlenül jó, hogy így mozog neki a szeme. Ugyanakkor a családban van már valaki, akinek hasonló problémája van, tehát nem volt teljesen ismeretlen számunkra ez a dolog. Bejelentkeztünk egy gyerek szemorvoshoz. Az ország egyik legjobb gyerekszemorvosa, nagyon sokan dicsérték őt, viszont hozzá olyan sokat kellett volna várni még a magárendelésen is, hogy ő azt ajánlotta, hogy inkább menjünk az egyik kolléganőjéhez, akinek ő megbízik a szakértelmében, és tényleg bátran ajánlja nekünk, hogy menjünk nyugodtan hozzá. Úgyhogy végül a kolléganőjéhez mentünk. 3 vagy 4 hónapos lehetett Vince, amikor elmentünk ehhez a szemorvoshoz, és megállapították, hogy Vince Vincének nisztagmusa van, aminek a magyar neve azt hiszem az, hogy szemtekerezgés, és ez azt jelenti, hogy a szeme folyamatosan mozog neki oldalirányba, hol a szeme egyik sarkától a másik sarkáig, hol viszont csak így középen ilyen piciket mozog neki oldalra. Van egyébként olyan, akinek ez a mozgás ez így felletörténik, illetve olyan is, akinek ilyen körkörös irányban. És amikor ott voltunk első alkalommal a szemorvosnál, akkor igazából még semmi konkrétat nem tudott mondani, hogy mi miatt alakulhatott ki ez az egész, illetve hogy ez el fog esetleg múlni, vagy lassulni fog ez a mozgás, de azt javasolta, hogy mindenféleképpen menjünk el neurológushoz, úgyhogy természetesen így is tettünk, elvittük Vincét. Igazából a neurológus sem tudott semmi konkrétat megállapítani, hogy mi miatt alakulhatott ki ez az egész. Igazából a várandóságom az abszolút problémamentes volt, legalábbis a Lilivel való várandósághoz képest mindenképpen. Tényleg szinte semmi gond nem volt az egész terhesség alatt. Ugye Vince programozott császárral született, de az is abszolút problémamentes volt, 9/10-es ápgárral született, szóval tényleg gyakorlatilag minden rendben volt. MRI-re nem küldte el Vincét, mivel ilyen pici babákat tényleg csak nagyon indokolt esetben szoktak MRI-re elküldeni. A szemorvos egyébként azt mondta, hogyha minden rendben van, akkor így fél évente kell majd kontrollra járni hozzá. Valamikor ősszel ismét elmentünk hozzám, akkor kétféle
szemvizsgálatot csinált Vincének. Egyrészt ezt a klasszikus cseppentős pupillatágítós vizsgálatot, illetve van egy olyan vizsgálat is, ami azért kicsit gyerekbarátabb, úgymond, bár Vince nagyon jól viselt egyébként a pupillatágítós vizsgálatot is, de csinált egy másik vizsgálatot is, amikor egy ilyen gépet tart a szemorvos, Vince az ölemben ült, és hát gyakorlatilag így bele kellett néznie ezzel a gépbe, és azzal próbálta bemérni Vincének a szemét, és végül megállapította, hogy kell neki szemüveg, plusz 3-as, ami ugye azt jelenti, hogy közelre nem lát jól. De azt mondta, hogy emiatt nem feltétlenül kell aggódnunk, mert hogy ebben a korban a babák nagy részének még nem tökéletes a látása, tehát az is lehet, hogy ki fogja nőni. Úgyhogy megcsináltattuk a szemüveget, én igazából nagyon izgultam, hogy Vince hogy fogja viselni ezt, hogy valami ott van neki folyamatosan a fején. Amikor először ráadtuk, akkor az első egy órában így kicsit piszkált, hát gondolom érdekelt, hogy mi van a fején, de utána szinte soha nem nyúlt hozzá. Ugye az összemüvegén egy ilyen gumipánt van, ami így hátul körbeér a fején, és ugye ez akadályozza meg azt, hogy leessen róla a szemüveg, illetve hát így levenni is nehezebb. Most az elmúlt hetekben többször is előfordult már, hogy levette a szemüveget, vagy le akarta venni. Elképzelhető, hogy ez amiatt van, mert érdekli, hogy mi az ott, és nézegetni akarja. De körülbelül egy hónap múlva megyünk majd újra a szemorvoshoz, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ő mit mond, hogy esetleg változott a látása, bár azt mondják, hogy ennyire rövid idő alatt azért nem javul. Egyébként érdekes dolog ez a szemüvegesség, főleg ilyen pici babánál, amikor először kitettem Vincéről egy szemüveges képet, talán Instagramra vagy Insta Story-ba, akkor többen is kérdezték, hogy ez most igazi szemüveg, vagy ez most egy ilyen filter, vagy ez valami játékszemüveg, és csak egy kellék. És hát megmondom őszintén, hogy engem picit sokkolt, hogy valaki tényleg azt gondolja, hogy így poénból ráadok egy ilyen díszszemüveget Vincére. Szóval a szemüveget azt a szemtekerezgéstől függetlenül kapta, nem azért kell neki a szemüveg, mert folyamatosan mozog neki a szeme, hanem azért, mert plusz 3-as ugye most a szeme, és ezért kell neki a szemüveg. Elképzelhető, hogy javulni fog a látása, és elhagyhatjuk majd a szemüveget, de az is lehet, hogy romlani fog neki. Ezt igazából nem tudjuk előre. Abszolút nem éltem meg tragédiaként, hogy neki szemüveg kell. Egyébként szerintem nagyon cuki, és mindenki ezt mondja, hogy nagyon jól áll neki, meg mindenki megnézi. Mi igazából profnak szoktuk hívni, kis professzor, mert tényleg annyira cuki, ahogy nézelődik a kis szemüvegével. Úgyhogy abban igazából nem feltétlenül tudok segíteni, hogy hogyan lehet egy pár hónapos babánál megállapítani azt, hogyha nem jó a szeme, de nyilván vannak erre utaló jelek, tehát hogyha nem úgy nyúl a játékokért, vagy hogyha nem ismeri fel a családtagoknak az arcát, vagy ugye nem reagál a mosolyra. Ezek a státuszvizsgálatok egyébként pont ezért vannak, hogy ki lehessen szűrni ezeket a problémákat, és hogyha van bármilyen gyanú arra, hogy esetleg nem jó a látása, akkor ugye a gyerekorvos tovább tud küldeni gyerekszemészetre. Járunk Vincével korai fejlesztésre a látásával kapcsolatban, bár ez a fejlesztés igazából nem kizárólag a látására korlátozódik, hanem a mozgására is. Nyilvánvalóan emiatt a mozgás fejlődése is kicsit lassabb, mint a vele egykorú babáknak, de én bízom benne, hogy be fogja hozni a kortársait, és tényleg nem tudom igazából, hogy mi lesz, hogy el fog-e múlni neki ez a szemmozgás, vagy lelassul-e neki. Azt vettem amúgy észre, hogy közvetlenül azelőtt, hogy elaludna, akkor egy pár másodpercre mindig megáll neki a szeme, illetve ébredés után is pár másodpercig állni szokott neki a szeme. Ezen kívül máskor nem vettem észre. Úgyhogy ez végül is talán jó hír, hogy képes arra a szeme, hogy megálljon egy ponton. Nyilván emiatt járunk a fejlesztésre is. Aztán meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Egyébként a nisztagmussal teljes értékű életet lehet élni, tehát ugyanúgy lehet vele írni, olvasni, autót vezetni, meg gyakorlatilag bármit csinálni. Meglátjuk, hogy mi lesz Vincével. Nyilván, mint anya, azt szeretném, hogyha teljesen egészséges lenne, és nem lenne semmi problémája. Ugyanakkor, ahogy mondtam, ezzel együtt lehet élni,
és remélem, hogy ez, hogyha megmarad nála, akkor a későbbiekben valóban nem fogja semmiben akadályozni őt. Azt hiszem, ennyit szerettem volna elmondani ezzel a témával kapcsolatban, de hogyha bármi eszetekbe jut, vagy bármilyen kérdésetek van, akkor nyugodtan írjatok kommentet, és igyekszem segíteni. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, illetve hát velünk. Legyen szép napotok, sziasztok! Nézd, csak ott van a boci! Röf, ott meg a majom. És a banán a kezében, amit te is nagyon szeretsz. Meg az elefánt, ott az elefánt.